Hát akkor üdvözlök újra mindenkit. Ez a kedves játék most egy ideje nem csináltam már, de most sikerült megszakadnia, úgyhogy ezáltal a kedves kis streamecske is megszakad. Mert ez nem PC, itt nem lehet játékot se váltani, ez csak PlayStation. Úgyhogy... hurrá! Kivételesen most nem a játékosok voltak, hanem ez a kedves kis játék volt maga, aki. És akkor is megyek egyet a vállal, ha a fene fenét eszik, akkor is bálozunk egyet. Bocsánat. Hát ez nem tudom, egy kicsit nekem olyan, mint hogyha megint az a játék haldoklását jelentené, vagy nem tudom, tehát hogy állandóan kilépkednek a lobbiból, kilépkednek játék közben, én nem értem ezt, tényleg nem értem. Szerintem mindenki el tudja dönteni, hogy akar játszani a játékkal, vagy nem akar, nem tudom miért kell tényleg ezeket a büntetéseket csinálni, mert ez az, szerintük legalábbis ez az, igen, hogy téged megbüntetnek, hogy húzzák az idődet. De jó. Végre egyszer a héten időben el tudom kezdeni a streamet, életemben először, és akkor is megszakad. Úgyhogy olyan, mintha a szokásos időbe kezdeném, mert átlagban igen, ilyen 7:30 környékén szoktam egyébként. Öröm és boldogság. Oké, okay, nincs energia. Slaughter the humans who seek these pieces, and do it fast. Oh. Becsapdázhatom? Nem olyan egyszerű ám az. Ne gondolja azt senki. Csak úgy lerakod azt a kis izé golyócskát, illetve megnyomod a kis háromszögecskét. Nem itt voltak a srácok. Jó. Na, be tudunk menni, vagy nem tudunk? Ez itt a kérdés.
Totál, akkor totál fönt voltak a másik felébe a térképnek szerintem. Ha itt nem. Most már nem tudok már mire gondolni. Hát látni nem látom őket, ha ezért kettes izé ellenére se. Totál itt vannak valahol ezek szerint szerintem. Csak energiám nincsen. És itt sincsenek, bazd meg, akkor meg a dead enden vannak, hát már nem tudok jobbat mondani. Szeretem az ilyen rejtélyes túlélőket, bazd meg, hogy izével nem lehet megtalálni. Kettes Demon Power-rel őket az egész pályán nem lehet őket megtalálni. Ez ilyen kicsit ilyen meglepő és mulatságos is. Érdekes tényleg, making noise. Na hol vagytok? És hát teljesen más irányba. Az emeleten, persze, hogy. Jelentősége. Mert rohadtul a izé papír fele vannak. De hát ki tudja. Merre visz a kis útjuk legközelebb. És merre mozogsz, bogárka? Nem erre, jó. Na igen, Dodge királynő. Ő már tudja, hogy kell ez ellen a tető ellen játszani. De hát na, nem csak ő, mindenkit, mindenki is tudja. Igaz, bogárka? Ügyesen beledodzsoltál, bogárka. Jó. Aki egyet se tudtam lőni. The humans have activated the lost pages. They will gather to defend them. Take them all out at once. Két pontos kis bogárkák lesztek.
Ez is tudja, bazd meg. Cheryl, Cherylke, így ad azt a kurva sámszat. Scottika azzal a izével, vecskendővel, bazd meg. Azt jól leraktam. Az jó volt. Kiűzöm nyesike. Scotticának van saját készlete, szuka. Úgy. Nem kell neki a tiéd. Hát, mondjuk úgy, hogy nem játszom jól, és akkor enyhén fejeztem ki magam. Ebbe a bálbabába az a jó, hogy pillanatok alatt oda lehet érni a tett helyszínére újra. Bogárkák, amerre járkálnak, bebírom csapdázni elvileg, ha nem akadok föl minden szarba. Öld meg! Ez az. Figyeld, hogy rutinoskodik ez a kurva. Ebből jó kis játék fog kerekedni még. Kár, hogy nincs energia, mert már kocsit el tudtam volna venni megint 6-szor. De nincs, tehát így most, amikor már elhagy a kocsi, akkor egy párat ide bök a térképre, de amúgy nincs energia, tehát... nem, a bogárka megoldja itt a kocsi kérdést mindjárt. Az anyádat. Úgy né.
Ó, oh, nem már! Csezd meg! De ez mi, miért szólsz bele itt a munkámba? Juliska, lemaradtál a izé buliról. Ez ellövöldözget ott magában. Nem érdekli, hogy mi van a többiekkel. Igaz, bogárka? Elbulizgattál te itt. Mintha érezné, bazd meg. Vagy lehet, hogy nyomja az izé stream snipe-ot a bogárka. Van még lőszered, bogárka. Pedig ezek ígéretes túlélők voltak. Vagy mégse. Azt hittem, hogy ezek megszorongatnak. Sajnos nem. Ó, basszus, vesztettem egy óra hosszát a streamből körülbelül. Áj, de jó. Na, nem probléma. Kéne nekróznom is, és kéne warlordoznom is. Kéne haladni a küldetéseikkel, csak annyira nem szeretek velük játszani. Illetve annyira nehéz velük játszani. Nem kihívásként élem meg, hanem inkább ilyen idegesítő problémának. Ez a izé,
Ezernek a nekrónak ez bazi erős démon, de ennek az a furulyás, ezt elhelyezni állandóan, figyelni, hogy hova rakod, ne üssék szét 3 másodperc alatt, ez borzasztó, egy dilemma állandóan, egy feladat. Na, január bogárka, egy klikker bogárka, úgyhogy na ő ellenük papetír. Klikker a kis bogárka. És bár a klikkelés az semmilyen hatással nincs a lelki világomra, ettől függetlenül a legerősebb démonnal szeretek ellenük menni, legalábbis akivel én a legjobb vagyok. Egy kis vizecske. Na, klikker bogárka, mutasd meg, mit tudsz. I am the whispered voice of darkness. Heed my counsel. And we will spill blood until the seas run red once more. A group of fools wander in our midst, seeking pieces of a map that will spell our demise. They must not locate these pieces. Ezeknél számítok egy gyenge meprásra, úgyhogy kéne kocsikat borogatni, de nem fogok. Megyek egyenesen a célomat. A célom a fejlődés. Na, mondom, a célom a fejlődés. Illetve próbálom megtalálni őket minél hamarabb. Van egy ilyen sejtésem, hogy a tőlem legtávolabbi pontra teszi őket kezdésből is ez a Terminal Station. De aztán lehet, hogy óriási tévedek is, ezzel elég nagy előnyre fognak szert tenni, de nem tévedtem, jó van. Hát mondjuk ez nem a Terminal Station, de... Ja. Bogárka már menekül is vissza a házba, mert itt tud ablakon ugrálni kibe. Gyere, klikkelj, bogárka, nem klikkelsz. Ez az, a kovácsnak ne adjál sem szed. Mi van, január bogárka? Nincs klik. Elég gyenge a felhozatal. Aj, bazzeg, nem bírom megszállni őket. Francba. Szia, Ling Ling, hello, hello. Mik a hírek, kedves uram?
Hello, hello. Ah, ott most nincsen láda. Bazd meg, ezt egyébként, ezt nem értem, hogy hogyan nézem el. Tehát ez hihetetlen. Energia sehol megint. Na majd ide jön a bogárka úgyis. Hello január bogárka. Mindjárt jön a klik. Január bogárka most boldog, mert érzi a izét, az ütemet, mert ez a kurva itt van rajtam, bazd meg, és egyszerűen nem bírok tőle meg sem mozdulni, már idegesít, bazd meg, inkább megölöm a francba, mert... Január bogárka meg érzi itt a... Szevasz Publó. Hol vagytok? Hát... A kocsiért megy a bogárka. De ügyes vagy. Föltaláltad a spanyol viaszt, bogárka. Picsába. Nyomjad a semszet, Publóka, addig, amíg van. Na, harmadik autó is lesz. Yeah.
Be akart szállni a kocsiba, nem érted? Be akart szállni a kocsiba, bazzeg az izé az öreg. Jaj, köszönöm szépen, remekül, remekül. És te, kedves Lingling? Én is tudok olyat, amit te... Mia? Elfelejtetted? Ja, pihi van? Királyság. Ó, de jó neked. Én majd csak, hát most már azt hiszem augusztusban leszek csak Szabin. Akkor nem is leszek egy hétig, de majd bekapcsolom a vakáció módot a Twitch-en. Mert el leszek utazva, úgyhogy... Január bogárka elfelejtett klikkelni, de általában akkor szeretnek klikkelni ezek, amikor már győzelemre állnak a meccs végén. Biztos, hogy nyerni fognak. Akkor szeretik a legjobban. Ó, bazzeg. Megint elbasztam a izét. Anyádat. Nem lesz ennek jó vége, bogárkák. Nem lesz jó vége. Nagy a presztízs, de... Hát január bogárka is ki tud esni a szerepéből, látjátok. Ha nem úgy alakul a meccs, ahogyan ő szeretné, akkor valahogy elfelejt klikkelgetni. Van ez így, megesik időnként. Kiesel a szerepedből, amikor eleve túljátszottad azt, akkor könnyen ki is esel belőle. Ez az, kocsi kiégve, remek. Vigyátok a semszet, bogárkák! Mondtam, hogy igyátok. Nem hittetek nekem. Hát, január bogárka, ennél téged is komolyabbnak gondoltalak. Az első objectnél. Hát azért GG gyerekek, nem volt klikkelés, úgyhogy GG. Ilyenkor jár a tisztelet. Csak a klikkereknek nem jár egyedül. One by one they had joined. Until there was no one left. Respekt és tisztelet Zsoltinak, a békának.
halálos leveli stílus megalapítójának. Itt vannak a nagy arcúak. Na akkor ezeknek is adunk egy kis papetírt. Itt ezek közül valamelyik nagy arcú tegnap kiírta, hogy szegény, ő még nem látott papetír récskuitot. Récskuit volt a killer a démon részéről, mert hogy ők olyan jól játszottak, hogy meg se tudta őket érinteni. Na majd akkor nézzük, hogy én meg tudlak-e érinteni titeket. Hát, hogyha nem. Hát, ha nem sikerül. Ő még nem látott démont récskuitolni, és akkor valaki írta neki, hogy lehet, hogy nem récskuitolt a bogárka, hanem csak egyszerűen szétment a net, mint nekem az előbb. Nem, nem, nem. Biztos, hogy récskuit volt, mert elmentünk a tűrig, és addig meg se tudott minket karcolni se a démon. Ja, jó, oké. Hát ti csodálatosak vagytok, és akkor ebbe volt benne. Lehet, hogy ez a Sophie volt pont, aki... Akkor meglátjuk, hogy hát, hogyha hozzájuk tudok érni legalább egyszer. Egyetlen egyszer. Nem akartam állandóan a papetírrel lenni, de egyébként már tervezem azt, hogy egy hosszabb stream alatt a Master of Puppet sorozatot folytatom, és akkor az ugye az csak papetír játék. Master of Puppets, bocsánat. És... And together we shall claim this world as our own. Ha ne vicceljetek, már erre vertétek magatokat. Két kezdővel, Maximilian meg a másik. Hát kell mennem a farmra, egy kis energia út közben azért jó lesne, ha lenne, de úgy látom, hogy... Az nincsen. Nincs. Nem kell. Nem kell. A farmon vannak jó kis ládák. Szoktak lenni, úgyhogy lehet fejlődni. Na, kíváncsian várom-e. Szokott lenni még láda. Nincs energia. Meg nincs láda már. Úgyhogy elhagyom a várost, ahol élek. Ott a ládikó, add ide papának. Úgy. Egy trepet is hagy rakjak még, úgy. És ja, nem tudom a Demon Power-t még mindig. Meg azzal a kedves túlélő barátunk nem dicsekszik el a récskuittal, hogy amikor én játszok a túlélők ellen, akkor hány récskuit van. Tehát, hogy vagyis azzal, hogy alapvetően nem csak amikor én játszok ellenük, hogy akkor hány van, hanem hogy hány récskuit van. Alapvetően egy-egy játék alatt. Tehát a démonok ellen, mert kedves túlélők is igen, igen, igen gyenge lelkületűek. És amikor beír nekem a bogárka, hogy miért nem GG, beírt nekem egy vesztes, elvesztített meccsem után, beír a izébe, a chatbe, hogy GG, és akkor írom neki, hogy no, no GG bogárka, és akkor, vagyis nem írom, mondom neki,
így a mikrofonba, akkor why, hogy miért, miért, és akkor írom neki, hogy azért, mert egy klikker szardarab vagy, azért, mert klik-klik volt azért, és akkor jaj, nyugodj meg bro, ez csak egy játék, írogatja nekem angolul, és akkor én ilyenkor mit mondjak, amikor valaki így kirédzsel a játékból, akkor én is mondhatom azt, hogy nyugodj meg bagárka, ez csak egy játék. És akkor írtam neki, hogy vagyis mondtam neki, hogy a klikkelés miatt nem jár a GG, és akkor nyugodj meg, hogy mi csak szórakoztunk. Tehát ez volt az, hogy mi csak szórakoztunk. Mi van, Sophie? Neked ennyi volt a játék? Gratulálok hozzá. Sophie is a büszke csapat tagja volt, akiket nem tudott megérinteni a démon. Hát igen, ha bébi démonokat kapsz, akkor azokat az lehet, hogy nem tud megérinteni benneteket. Az benne van a pakliban. Oh. Nem, egyébként nem értem ezeket, hogy miért kell posztolni egyáltalán bármi ilyesmit a Facebookon, kitenni, hogy nem tudott megérinteni a démon, vagy meg tudott érinteni a démon, nem teljesen mindegy. Bazd meg, ezt nem csapdáztam be. Ugyan mindegy, hogy meg tudott-e érinteni a démon. Mi van, bogárka? És visszahoztad? Ez lakcsaló, bazd meg. Teleportál. Lakcsaló vagy, bogárka? Az vagy, bizony. Hol van? Nézz oda! Rohadt lakcsaló. Nem baj, kinyírom a lakcsalót is. Újra. Wait, it's me. Dance for us, little feast on your flesh. I'll snap your legs like twigs. Listen to me, I'm all right now. Hey, quit faking and start killing. This is the only time to destroy your world. Humanity saved you will take you. Honnan lett neked 34 lőszered, bogárka? Na, ennyit a karcolhatatlan tímről.
És akkor most fotózzam le ezt a képet én is, és akkor írjam be, hogy... Ja, és az volt a... Ja, hogy Prestige 5-ös démon Rage Quit. Vazda 4 a Prestige 5-ös túlélő Rage Quit. Most fotózzam le, és tegyem ki én is, tehát na... It's just a game, bro. Calm down. It's just a game. Meg mit írt, hogy csak szórakoztunk? Have fun. Igen, még azt is írta, hogy mi csak szórakoztunk. A klikkelgetésre. We're just having fun. Ja, ja, azt írta, igen. Hát jó van. Nem szeretem ezt, amikor így valaki arcoskodik, mert meg posztolgat a Facebookon, hogy a démon récskújtolt, meg ők ugyanazt csinálják, pontosan ugyanazt, Pepitába ugyanazt csinálják. Ha nem úgy alakul a játék, ahogy ők ezt eltervezték, akkor récskújt van. Ugyanúgy túlélő és ugyanúgy démon oldalon. Bár én szerintem, és nem azért, mert démon main vagyok, a démon oldalról ritkább. Legalábbis azt hiszem, hogy pályafutásom alatt, nem tudom mióta játszom a játékkal, de szerintem ilyen 2-3 alkalomnál többször nem léptem ki, és az sem feltétlen rage quit volt, hanem azért, mert láttam, hogy egy csalóval játszok. Például volt egy olyan Pablo, hogyha egy ilyen méteres közelébe mentem, azonnal kijöttem a possessből, tehát azonnal a megszállt unitom meghalt. Tehát az ellen mit tudsz csinálni? Kiléptem a francba, persze. De az miatt nem léptem ki, hogy jobbak voltak nálam a túlélők. Tehát nem igen, a sok-sok játék alatt nem igen találtak olyan meccsemet a YouTube-on is, akár vissza lehet nézni, ott van a sok videó. Nem igen találtak olyat, hogy izé volt rage quit. Lehet, hogy egyszer vagy kétszer előfordult, de nem hinném, vagy nem emlékszem rá, legalábbis én nem emlékszem. Jó, akkor most ezek is szerintem jó játékosok, de most már akkor állítok egy kis nehézséget is magam elé, mert ezek a meccsek, de egyébként meg nyomják ezt az Edgetli bugot, ha nézitek fönt a Players Ready-nél, az, hogy így kibe-kibe klikkelget, az Edgetlinek van egy ilyen bug, amit még mindig nem csinált meg a Saber, hogy legendás ládákat fognak találni, és sokat. Tehát lesz sok legendás fegyver. Úgyhogy akár megint mondhatnám azt, hogy akkor megyek a papetérre, hogyha legendás fegyverek vannak, akkor én is akkor adjam bele a legjobbat. Akkor legyen így. Legyen így, de csak ezért. Mert a bogárka nyomta az Edgetli buffot. Hát végülis buff vagy bugot, inkább bug. Hogyha itt a Ready képernyőn túlélőként kiberedizgetsz, azt hiszem, talán az nem tudom, hogy feltétel, hogy rá kell menned az Edgetlin kiberedizgetni, viszont nem kell őt kiválasztanod a kiválasztásnál, nem muszáj vele lenni, és akkor tele lesz a pálya legendás ládákkal. Ez egy bug, sajnos. És a bogárka ezt csinálta is, úgyhogy nem is bánom, hogy a papetírrel jöttem. Mert ez a... Tessék, erről beszéltem. Egy legendás láda. Mert ez tipikusan a mindenáron nyerésnek az egyik esete. És az ilyen emberektől meg hányok egyébként. Ezek, akik mindenáron nyerni akarnak.
Hát, hogyha kikukáznak egy 4-5 legendás fegyvert, majd figyelni kell, hogy mik lesznek náluk, akkor, vagy legalábbis, igen, kézi meg lőfegyvert, akkor nincs is esélyem gyakorlatilag. Ismeri az Edgetli bugot ez a kis bogárka, és szépen el is játszotta. Az az esélyem van, ha megtalálom őket hamar, hogy ne tudjanak annyit lootolni, de nem fogom őket megtalálni hamar sajnos ezen a bazi nagy pályán. Na. Ja, szóval akartam volna jó fej lenni, hogy akkor nem a legerősebb démonnal jövök ellenük, hanem akkor legyen már egy kis sanszuk is nyerni, de nem engedem ezt meg, mert látom, hogy csalva akarnak nyerni. Tehát olyan előnyökre akarnak szert tenni, ami nem jár nekik egyébként. Nem jár nekik ez az előny. Aha, ott vannak, jó van. Jó felé indultam egyébként. Szétkapom őket, mint kisgyerek a legóvárat. Bár már egy-két legendás fegyó szerintem ott figyel. Habár a mamalikőr az nem szokott tele lenni ládákkal, fene tudja. Most azt nem tudom, hogy ez a bug, ez a ládák számát is növeli, vagy csak azt, hogy nagyobb esély van legendás ládára, de szerintem lehet, hogy mind a kettőt. Igen, ennek a tetűnek már van valami kése például. Mi van, verekedni akarsz, Rubi? Így áll Shamset Shams nyelő, mert meghal ez az idióta. De te is megfogsz. Úgy. A picsába, bazzeg. Mi van, gyerekek? Nem jött be a Gatli trükk? Nem jött be? Nincsen legendás fegyó? Már láttad a csapdát, igaz, bogárka? Ügyes vagy. De ez nem menti meg a seggedet.
De valami kósza unitka azért lehetne itt valahol. Megszállhatom? Köszi. Kiűzöm nyesike. Ja, nyesike beáll a kocsihoz, oda néz, mekkora király. Nyesike beállt a kocsihoz. Ne lehessen elvinni. Ez az, jöjjenek a kis pontocskák. Gyere bele, bogárka, gyere. Gyere, majd a másik bogárka, ez az. Nagyon ügyes voltál pedig te. Ez az, a supportnak ne adjál semszet. Így add meg egyedül. Úgy. Még ezen a szinten is azt látom, hogy sajnos a játékok igen, hagy kivetni valót maga után, de ennek én csak örülök. Nem mintha én profi túlélő lennék, de azért látom, hogy miket csinálnak, és miket csinálnak jól meg szarul. Elég sok mindent hibáznak szerintem. Pláne ott hibáztak, hogy egy ilyen kegyetlen állatot, mint amilyen én vagyok, engedtek 11-es szintre fejlődni már idő előtt. Kiűzömnyesikének már nincs kiűzömje. Ne féljetek, lesz itt még kocsi. Millió. Kimondottan gyengének érzem ezeket. Szia, nyesi. Ez az, megisszák a semszet a support elől. Yes, ezt szeretem, amikor az analfabétizmus fölcsapja a fejét. Ezt nem hiszem viszont el, ezt komolyan nem hiszem el. Szétszurkállak. Nem tudsz sokáig menni már, bagárka. Na gyerünk. Jó kis meccs kerekedett ebből is, úgy érzem. Na, a Sofika meghalt megint. Úgy sajnálom. Ne!
Arrébb üti! Arrébb üti az, a unit, bazd meg, arrébb üti! Azt a mindenit már tényleg. Nyerhettem volna ki egy kis energit, de hát nem bírok. Gyere bogárka, késeld szét. Lőszered már nincsen. Hát Szofi baba föladta. És akkor... igen, akkor megint fölmerül a kérdés, hogy... fotózzak majd a meccs végén. Rage quit. Mert ez is rage quit, hogy nem csinál semmit. Nincs lőszere, bassz meg. Nincs, ha nincs szom emo. Nincs lőszer. Bogárka. Viszont nincs energia se. Nézd meg! Ezt nem hiszem el, bazd meg, hogy itt senkit nem dasolt meg. Hát ezt komolyan mondom, hogy nem hiszem el, bazd meg. Na, Szofika föltámadt. Varázsütésre. És nagyon bölcsen rögtön. Rögtön kocsiért ment, de az nem is a Szofika volt. Tehát ez a dash, ettől megőrülök, ettől a démon dash-tól, bazd meg. Tehát, hogy ez ebből 8-ból 7-et mellé lövök. Vagy 10-ből 9-et. Hihetetlen, komolyan. Bogárka, tanulj már meg vezetni, bazd meg. Hurrá! Vigyátok a support elől a semszet. Feri rájött a titokra. Ó, kiűzöm nyesike. Hát ti nagyon ügyesek vagytok, eskü. Találtatok legendás ládát, mert ez az. Megtalálták a legendást a kis bogárkák végre. Hajtalan Feriket eddig hol a francba voltál, a franc evett volna meg. Gyere be az irodámba beszélgetni. Na azért mondom, mi van, ezt nem lehet megfektetni. Jézusom. Ezek... ez a Poppy Bobby is, ez is, hogy mit csinál, bazzek.
Mennyi amuletted van, hajtalan Feri? GG, srácok. Na látjátok, srácok, hogyha nem Gatli szarosztok, nem nyomjátok a Gatli bugot, akkor jöttem volna egy olyan démonnal, akivel nem játszok olyan jól, és nyertetek volna, de így sajnos legerősebbbe kellett jöjjek, mert szemétkedtetek már a játék elején. Úgyhogy... Egyébként nagyon gyenge játékerőt képviseltek. Ilyen szinteken már akik játszanak ellenem, ezek meg szokták szorongatni a tökeimet elég rendesen. Ez nulla volt, amit ezek produkáltak. Nem lenézve őket mondom természetesen, de ez egy nulla volt. Ling ling. Már most akartam volna jönni nekromancerrel, szerintem, hogyha azzal jövök, akkor tuti, hogy szétvernek. De akár egy Plaguebringerrel, vagy bármivel szerintem kikaptam volna ellenük. Csak hát láttam az előnytelen előnyszerzést, a sunyiskodást, és azt meg nem engedhetem. Na, mi történt? Nem akartok ellenem játszani. Szia, Pipi. Szia, Pipi. Na, gyerünk, veszítsünk el egy meccset. Ne. Pipi? Ez az, rak helyre a kis állkapcsodat, mert most úgyis szétverik a túlélők. Oké, jó. Do you feel that? It's the presence of living humans searching for pieces of a map. End their suffering. Jó lett volna, ha van még ott egy ládikó, de nem volt. Most itt sem volt.
Jól nyomod a zenét, tesó. Milyen remek kis ládikák vannak itt. Jó. Hú, basszus, a hajtalan Ferinek még nincsen izéje gyakorlatilag. Fegyvere. The humans must not obtain a single piece of the map. And now they have. We find this disconcerting. Ja, már ott kijött, nem jött ki. Nincs energiám. Ó, nem volt lőszered. Hát ezt hogy csináltad, barátom? Szia Shinguki, szia szia! Hogy mint kedves Shinguki? Hát ez GG. Hát egyébként kellene szimulálni, már most már van egy kis pontom, illetve skippelni küldetést. Ezek de rosszul látok. Nem sok most keltem nemrég, és veled mi a helyzet, Grimpigi? Hát... én kérlek szépen 6-kor keltem. És már gyorsan reggeliztem, és jöttem is streamelni, de... képzeld el, hogy olyan 7 óra 20 magasságában megszakadt a stream, valami hiba volt.
Úgyhogy újra kellett indítanom, és most azért megy még csak 1 óra és 17 perce, mert a megszakadás miatt egy picit kies, az az idő ki fog esni, vagyis hát kiesett, és akkor így mínusz 1 órába vagyok már így a streammel. Na de mindegy, az a lényeg, hogy csapatom. Úgy nézem, hogy tök jó idő lesz ma, nem tudom nálatok milyen, de itt eléggé így be van borulva, úgyhogy nem kell megdögleni délután talán. Hát de azért 27 fok lesz. Mondjuk azért nem annyira nem vészes. Kaptam már ma egész jó csapatokat, csak olyan, itt esett az eső, aha, itt is be van borulva elég szépen. Csak olyan jogtalan előnyöket szerettek volna alkalmazni, hogy muszáj voltam én is akkor Puppeteer-rel menni ellenük, mert Puppeteer-rel vagyok ugye a legerősebb, nem azt mondom, hogy jó vagyok vele, csak hogy a legerősebb, és ilyenkor nem tudok szabadon választott démonnal menni, amikor látom, hogy szemétkednek, meg a minden áron győzni akarás van, akkor sajnos akkor én is azt a démont választom, amivel a legnagyobb az esélyem a győzelemre. De amúgy meg megyek bármelyik démonnal, mert hát rohadtul nem érdekel, hogy nyereke vagy sem, csak az ilyen esetekben, amikor ilyen jogtalan előnyökhöz szeretnének jutni az Edgetli Bug és a többi társai. Hogy ilyenkor visszajönő a hang. Ja, vissza. Ugye az ironikus cím egyébként meg azért van, mert már megkaptam külföldi nézőtől is, hogy én csak gyenge survivoröket tudok megverni, és akkor ezt most be is vallom országvilág előtt. Hagy örüljön mindenki. Illetve ez az úriember, de ő azóta nem néz. Illedelmesen megköszöntem neki is a chatben, illetve a streamemben való részvételét. Hogy annak ellenére, hogy ennyire utál, meg nem szereti az arcomat, meg egyáltalán engem sem, annak ellenére itt végignézett jó pár meccsemet, úgyhogy ezt köszönöm neki, hogy rám szánta az idejét. Pipi, felugrasz. Ha föl hát. Ezért van macska dömping. Na, de ha elkezdődik a meccs, akkor el kell innen tűnnöd, pipike. Na, megyek egy warlordot is.
Ő is még csak kettes szinten van most nézve. Azt hittem, hogy a Warlordom már hármas szinten van, de csak kettes. És a Pajzé is, a Necromancer is. De én azt hiszem, hogy a Necrót fogom skippelni leginkább. A mamával azért ezekkel a Warlordokkal könnyebben, Warlord démonnal könnyebben hozok le egy meccset, mint a Necróval. Necrónak nagyon rossz ez a furulyástól való függés. Csak akkor erős, hogyha van furulyás. Lehet, hogy ők is a bosszú álló team tagjai. Megvárják, amíg lepörög az idő, aztán majd a játék elején kilépkednek. Na Pipike, most már el kell menni innen. Most már el kell menni innen, mert fight lesz. Jaj, de okos vagy. Bocsánat, kissé fáradt vagyok még. We are those that dwell in the dark bowers of man's domain. Our time has come to claim their world. Tök jó, hallottam benne egy ládát, csak nincs hozzá energiám. Several pieces of the map lie hidden nearby. They contain the secret of our banishment from this world. Hol vagyok? The humans must not find them. Ja. Jó. Sehol egy láda. Persze, hogy... Ha itt elcsesztem... Jó. Ne!
Akkor soha többé nem fog fölborulni. De. Láttam egy ládát a ház tövében. Hát ide a dead endbe mindig benézek, mert jó ide bejönni. Azt hittem, hogy kettő van. De mintha kettőt hallottam volna én pedig. Nem jó hallottam? Hát nem. Ahogy. Na. Ja, hova megyünk? Gas and Go-ba. The humans have another piece of the map. You had one job. Hát ide feleslegesen jöttem, úgy látom. Na szia Tibi, jó reggelt, szia szia. Jól, nem kaptam ki, kaptam jó csapatokat ma már, de... Kikaptak. Nem tudom, hol keressem őket, fogalmam sincs. Ja. Ó. Oh. Tegnap utolsó két játékot nagyon kikaptam. Na, ilyen jók voltak a bogárkák. Hello, Tok. Ó, legendás ásója van a bogárkának, oda néz. Vagy mi az, bot? Nem ásó.
elsőben nem tudom, nagyon szarul játszottak a könyvnél, nem tudtam fel itt se leütni. Na! Hova lettél, bogárka? Hát beszarok, hogy visszafordult. Nem megy a kocsi, bogárka. Nézd meg, hogy cikcakkozik ez a tetű. Tudja. Tudja, hogy mi van. Hol van a fa törzs? Sehol? Így is jó. Gyalogszerrel mentek, bogárka, mindenhova. Úgy az egészséges. Azért ez adta. Milyen nem normális, Tibi? Jó, hogy a másikba, Dickinek a haverjai, azok is szarul játszottak, és ellen rajtuk voltam, és nekik három Lego fejsze és Lego kard. Lehet, hogy nyomták az Ed Gatli trükköt, nem? Nálam képzeld el, hogy bejöttek ilyen Prestige 4-es, 5-ös, 2-es, 3-as játékosok, franc tudja már pontosan. És képzeld el, hogy az volt, hogy nyomták a Gatli feelinget. Tudod, a karakterválasztó képernyőn kattogtatja az izét, a kiválasztást, kibeválasztás van, és akkor izé... legendás ládákkal izét tele van a játék. Biztos, hogy azt csinálták. Annyi legendás fegyver nincs azért a játékban. Tehát 100%, hogy azt csinálták veled. És az meg gusztustalan, érted? Ez gusztustalan. A jó játékosoknak mi szükségük van plusz előnyökre? Én ezt kérdezem mindig. Ha te egy jó játékos vagy, akkor mi szükséged van előnyökre? Legendás izével, bottal eléggé szétcsapja az arcomat ez a majom. Elég durván szétcsapja az arcomat. Thank you.
Ez jó mulatás lesz itt most, bogárka. Gyere csak ide. Hogy kacskaringózik, bazd meg. Még így csinált. Ó, ne! Hol van ez a gyökér? Picsába, azért nincs lőszer ennek a majomnak. Valamelyik izét elindították, objectet el hát. Bogárka. A másik két bogárka meg elfogja a másikat, mert közel van. A fene a szátokat. Nem indítják el, jó van. Pedig közel van, és így lett volna esélyük. Igen, ezt már nem kellett volna, meg az izét, a skillt se elnyomni, de nem baj, jó lesz ez, jó lesz ez. Na, mindjárt olvasok, Tibi. Csak... Na. Az is vicces volt, hogy nagyon kaptak egyes játékot, alig tudtak valamint nem is könnynél, elittel nem tudtam áramütést megcsinálni a papetírrel. Úgy, ahogy megcsináltam, valamit vége volt. Egy ütésre tudtam behozni. Szia Zsolti, hello hello! Mi újság? Láttalak tegnap Zsolti. DBD-t streameltél, csak túlélőztél, aztán nekem az annyira nem gyere be. Ha killer ketté volna, akkor jobban néztelek volna, de... A Survivor-t nem így is. Evil Dead-et nézek a legszívesebben egyébként, de... A kedvenc streamereim is most már hajlamosak a túlélőzésre, igaz Tibi? Úgyhogy nem vonz annyira ilyenkor a stream nézés világa, hogyha túlélőzéseket látok. Kilútoltál, bogárka, mindent. Consume the human
minds before they harness the book's power. One and only. Miácska, hol jártál a kurva tatádat? Kortyold a semszed, bogárka. De aranyos vagy, kidobtál még nekik egy semszed, bogárka. De cuki vagy. The humans hold the dagger and the lost pages. Now the dark ones are at risk. You are our only hope, and that is truly frightening. Hát kocsit nem hiszem, hogy el fogom tudni venni tőlük, de. Ja, vannak legendások, ja. A picsába. Na most ez az a pont, ahonnan már nem fogom tudni utolérni őket, ha csak nem így a bogárka össze-vissza veri a kocsit. De innen meg már lesz neki út szerintem, nem? Nem. Ez az. Még ezen a pályán most a legtöbb izét kiírtottam amúgy kocsit. Na, az a probléma, hogy energiám meg nincsen, bassza meg. De ennek hogy? Ez hogy csinálta, hogy megállt, mert elfogyott a staminája, bassz meg, a futástól, és utána hirtelen elkezdett futni megint. De úgy, hogy pár másodperc eltérés volt közte. Ezt hogy csinálod, bogár? Csak talán nem csalsz. Stop bossing, muffin. Reset.
feast upon your soul. Kár, hogy nem jön a vihar. Megint nem jön a vihar. Köszi. Nincs energiám. Nézzek a bogárka meg mit csinál ott egyedül. Ez meg van őrülve. Nem fogom utolérni. Be akar menekülni a házba. De ügyes vagy te, bogárka. Te vagy a legügyesebb. Az ostoba állatja, figyelj, beüti a izi a Dark One, nekem az jó. Addig ezt a bogárkát itt megőrzöm. Gyerünk, üsd be a Dark One, bogárka. Nekem az tökéletes. Ez az. Destroy and we will torture the human race for eternity. Fail and our reign ends here. Gyakorlatilag semmit se kell csinálnom, a botok szétverik a könyvet. De nagyon ügyes, köszi, nagyon ügyes taktika volt az izé, az estől. Oda nézzetek, fél perc alatt verte szét. Közel 32 másodperc alatt szétverte a könyvet így. Közel fél perc. Ja, köszi. Mert a bogárka azt hitte, hogy az a lényeg, hogy megvárja, amíg ott kiszállok a unitból, és ő föltámasztja a haverját. Ahelyett, hogy a másik eszetlen, meg ugye ilyenkor nem szabad beütni a könyvet, mert ha beüti a könyvet, akkor már nem bírod a többieket föltámasztani, tehát eszetlenül játszottak. Tehát... így alakult. Jaj. Jézus, már 9 óra. Annyira, de annyira szalad az idő. Ismerősek ezek a bogárkák nekem. Ezek ilyen izék lesznek, presztízs királyok szerintem.
Köszi, Tibi, köszi, köszi. Dare to challenge our dominion. Igen, jól emlékeztem, legalábbis én a Homardra emlékeztem, de a Doom bogárka az igen. Ó, ne! Ó, ne! Jó, az a baj, hogy nem bírok másra tenni ilyenkor. Azért egy basic portát most már nyitok. Hát azt hiszem, hogy ezeknek a sorsa így most meg van pecsételve. És ezt minden nagyképűség, meg bármilyen fölényeskedés nélkül mondom. Nem is kell, nem is nagyon erőltetem a Demon Power-t, ugye az azért lenne jó, hogy megtaláljam őket minél hamarabb, de hát házhoz jönnek ők a pofonért majd. Addig meg lootoljanak. Nyugodtan. Ezek már itt vannak. Valahol. Ki ez a Pablo? Nem látom ezt a dögöt, ja. Ez a Pablo bizony. Nem akarsz fölmenni, Pablóka? Nehogy beszállj, te köcsög! Ne! Pont nem bírtam már ütni. Jó. Mondtam, később lesz még stream, akkor benézek jogi, mert jó streamet, hello. Köszi, oké, oké. Kösz, hogy itt jártál. Hát egy olyan 11:30-ig vagyok max. Szerintem. Ah!
assure you. Time to destroy your love. Hát a supportjuk már disconnect van. Pedig just a game, bogárka. Hát erre megint csak ezt tudom mondani. Megvárnám, hogy csatlakozza többiekhez, hogy szét tudjam lőni őket a fegyvereddel. De hát túl sokáig várni sem jó. Rohadt shotgun. Persze. Inkább nem lövöm el, mert mellé menne. Minden ütés találat, bogárka. Úgy, úgy. Igaz, hogy 75-en meghaltak már, de ő még ládázik.
most ez lesz itt a játék. Ostoba kis nyomorult. Nekem belefér, bogárka. A te ti időtök megy. Megváltoztattad az útirányt, bogárka. Hogy a kis semszecske is már azért. Ötös presztízes létedre rohadtul nem tudsz játszani egyébként, rohadtul nem játszol jól. A dodzsait se sikerülnek, egyik se. Ez az. Megittad a semszet is végre. Most már mehet a tiszta játék, bogárka. Így, így. Animálj, ezt megvárjuk. Szarok a reflexek, bogárka. Nagyon szarok. Sokat vársz. Ennyi. Meg se kellett erőltetnem magam. Azért hívom már a bogárkát, mert nincs kedvem szórakozni ezzel a tetűvel, és gyorsan kinyírom. Utána meg a csajét, azzal is majd lesz egy-két ilyen... fogócskázás, úgyhogy... Ennél is van még vagy három semsz, mire ezt leütögetem itt. Hajrá, tovább éljetek, megyek én is játszani, mert holnap is benézek. Oké, okay, még köszi, hogy itt voltál. Szia, szia. Szép napot. Aztán kitartást a melóba. Jaj. Na igen, az ilyenek ellen akkor lett volna nehéz, hogyha csapatba vannak.
Szia, szia! A csapatban vannak, aztán mindegyik tud így dodzsolgatni. Akkor az nehéz lett volna. Level up. Na. Elszaladok mosdóba. Szóval, nem talált még meccset. Mi lett a játékkal? Elfogytak a túlélők, vagy... Nézzük. Nézzük a kínálatot. Ó. Oh. Jó. Mivel korrekt játékosok voltak, megyek velük egy pléget szerintem. Hé, hey, a Gatli izét ne nyomjátok, bogárka. A Gatli csalást ne nyomjátok, mert azt akkor hozok papetírt.
Nyomatta az előbb. Getli csalást nyomott a bogárka. Ennek ellenére bevállalom a meccset. Hogy legyen egy jó napjuk, hogy kikapok. Jaj, a izét meg kikapcsoltam a csatát. Ezek de hülye vagyok. Jó. A group of fools wander in our midst, seeking pieces of a map that will spell our demise. They must not locate these pieces. Banyák, azt hittem beszorultam ide. A nagypályán sajnos muszáj vagyok a Demon Power-t fejleszgetni, hogy megtaláljam őket minél hamarabb. Fönt is van egy. Van bizony. Energy az nincs. Az a baj, hogy csontikkal csapdáztam be. Mi? Jézus, az mi volt? Ez egy net lag volt.
Itt van az első map piece. Nagyszerű. Üzemanyagért. Bazd meg! Beállt oda ez a tető. Rutinos kis bogárkák vagytok már, igaz? De ez mi ez a netlag? A csaj megint eltünedezgetik. Ez mi ez a szar? Mi ez a hülyeség már? Ó, nincs kaldronom, nincs kaldronom, basszus! Hol vagy? Bazd meg, lejött már. Kiűzöm nyesikének, meg már van kiűzése. Az egész biztos. Jaja. Nem látok, öcsém, nem látok. Hát egyszerűen nem látok. Ez a szituáció. A csaj meg netlagból. Érdekes játék, érdekes, érdekes. Maradjunk annyiban. Érdekes volt az egész situation. Ja, a trepem bazd meg, nem hármas picsába.
energy at play. Even I feel scared. Nem tudom, merre lőjem a dást. Hát nem erre, bazzeg, nem lehet. Persze megtaláltad az egyetlen autót, te féreg. Nyesikének is mindig jól jön a kiűzés. Hát a papetírrel már szétvertem volna őket megint. De az túl könnyű lenne, úgyhogy jó ez így. Ha kikapok, akkor bánja kánya, tehát nem probléma. A papetírrel már túl könnyű lett volna. Milyen okos kis bogárka, átad a kis kocsival odaáll, aztán már mennek is tovább. Az a baj, hogy itt a másik. Hol vagy? Nézd már oda! Igen, ezt szerettem volna elkerülni, hogy mindegyik beszálljon. Ezt szerettem volna elkerülni, úgy látszik nem lehet. Nem, és nincs energiám, hogy elvegyem, persze. Amúgy meg azt hiszem, hogy itt van a másik kocsi. Ha esetleg ezzel történne valami. Igen, suckers. Bogánál, bogárkánál ott van a legendás fejsze egyébként. Ott van a legendás fejsze. Csinálták az Ed Gatlyt. Tehát, hogy ilyen nincsen egyébként, hogy egy meccs alatt nekik ennyi összejön. Tehát legendás láda. Tehát ez fizikai képtelenség. Nekik mindig van valami legendás fegyver.
Nem bírom ezt már elvenni. Abba bízhatok csak, hogy bogárka összetöri valahol. Hát nem is tudom. Egész jó szinten megyek egyébként az objecthez. Elittel jövök, mert... Mondom, elittel jövök. Mert bogárka a kiűzést előszeretettel használja, de hát... Eltűnik ez a rohadt netlaggos csaló, bazd meg. A nonóka az netlag csaló, bazd meg, a nonófasz. A nonóka, netlag csaló kutya. Netlag cheater. Csak hogy angolul is nézze, hogy értse, hogyha nézi a streamet esetleg a bogárka. Hát jó van, itt sok mindent már nem tudok fölcsapdázni, úgyhogy esetleg meg is próbálhatom tőlük elvenni a kocsit. Nonó bogárka. Nem tudsz tisztességesen játszani? Nem tudsz, ugye? Nagyon szeretné már nyerni egy meccset. Nagyon szeretne a nonóka nyerni egy meccset, igaz bogárka? Hát, lehet, hogy meg lesz, talán a könyvnél, itt a izé pontnál nem lesz meg, a 100%.
A netlag csalót nem nagyon lehet sebezni, az a baj. Rájöttél, hogy van képességed, idióta. Ez az. Kocsinak annyi. Alig sebződnek amúgy. Netlag csalóval nem lehet bírni. Szia Happy! Hello, hello! Örülök, hogy itt vagy. Nem sok minden, délutános vagyok, aztán egy kicsit itt nyomatom az Evil Dead-et. Azt hiszem, hogy ezek közül valamelyik ilyen netlag csaló, mert egyszerűen jaj, volt akkor erős kitartás majd a déltani munkához. Köszi, köszi, az lesz. Rögtön okosak vagyunk, igaz, bogárka? Warrior létedre bazd meg, hátrász, mint egy lány. Nyomorult szardarab. Persze kikerüli mindenki, hát hogy nem már. Ja, a bosszom nincsen. Mondjuk az lehet, hogy nem ártott volna ide egy bosszocska. Az összes csapda ki van kerülve, de az összes. Egytől egyig, mindegy szálig. Hihetetlen amúgy.
Hát azért annyi energiája nem volt, hogy egy izé skill-es csináljak vele. Hát beszarás tényleg. Átvetted a Blunder bogárka. Nagyon ügyes vagy te. De vagy nem bírom oda beszorítani. Nézz oda! Az meg, ezt nem kellett volna. Kurva életbe. Jöttünk harcolni, bogárkák. Ne a csontit! Nem tudok megszállni senkit. Hol a könyv? De nézzenek már oda, hát... Ez hihetetlen, öcsém. Nincsen egységem megint. De ne őt! Hát elmegy onnan, bazd meg! Jaj, jó van, a klikkerkedésetekért, bogárka. Remélem, ha még egyszer összefutunk, akkor papetír lesz. A klikkerkedésedért. A végére nagy lett az arc. Bogárka. Úgyhogy nincsen GG, bogárka. Mert köcsög lettél a végére. És egyébként milyen szégyen ez, hogy full 5-ös brigád is alig tudtak megverni. Alig tudtak megverni. Ez az ő szégyenük, nem az enyém. De akkor legközelebb papetír, és akkor lerendezzük még a könyv előtt a dolgokat. Nem fogjuk ugye elhúzni idáig. Hát jajaja, közel volt. Csak a kis a szemtelenkedése az fölkúrja az agyamat, mert nem akkora jó játékosok egyébként. Tehát nem olyan jó játékosok, mint ahogy játsszák magukat.
Na nézzük a kis kínai nevű bogárkát. Az bogárka, hogyha izén jött ide gúnyolódni, akkor sajnos igen, azt kell mondanom, hogy very weak volt mindegyik. Nagyon-nagyon gyenge. Prestige 5-on. I come to you in the form of Linda, the savior's last vagyok. Join us, and we will crush the mortal's last stand. Mit írt Tibi? Slaughter the humans who seek these pieces and do it fast. You are the weak. Very weak team, very very weak. I am the boss. A papetírrel meghaltatok volna, bogárka. Very, 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 very weak. Ezt a kocsikát ide elvisszük. You have permitted the living to collect a fragment of the map. In the future, we would prefer that you mutilate them. Mit írtál, bogárka? Kifújni készül, az olyan vörös lesz. Oh. Yes, add exploiters, yes. Weak team. Target locker, please follow me. Ez most egyébként miért nem borul föl? Na. Azt mondja, vörös az arcom, a bogárka. You have
discovered another piece of the map. Have you lost your appetite for slaughter? Az ilyen gyökereknek nem lehet, tehát ezekkel nem lehet vitatkozni, sajnos. Ezek már legyőznek a rutinjukkal. Scotty Moti. Kicsi Scotty. From under your nose, the living have completed the map. El kellett volna tőle venni a kocsit. Fussá, haver! Scotty az nagyon kemény. Megy itt a mészárszék, gyerekek. Ez az, gyertek küzdeni. Ne, a tévé kikapcsol! Tévé kikapcsol! Bírom, amikor az ilyen bogárkák azt lesik, meg azt keresik, hogy te ideges leszel egy meccsen. El kéne neki magyarázni, hogy most sem azért lettem ideges a végére, mert az lettem egyébként, igen, valóban. És lehet, hogy azért volt vörös a fejem. De nem azért, mert a bogárka annyira jó volt. Vagy bármelyikük, mert annyira kurva jó volt. Hanem azért, mert klikkeltek. Szemtelen kis parasztok voltak. Nem követed be, bazzeg, a fenébe. Hiába a föld az tele van szarháziakkal. Tehát nem elég, hogy én már nem fogok felbaszolni semmin ebbe a játék. Ja, hát tele van szarháziakkal, hát tök toxikus az egész, persze. Nem is szabad. Nem is szabad. Tehát ha valakinél jobb vagy,
azért nem elismerés jár, hanem kigúnyolás, bazd meg. Tehát... Gyerünk! Bogárka. Szóval, ha valakiknél jobb vagy, akkor azért kigúnyolás, meg megtaposás jár, tehát nem elismerés, egyáltalán nem elismerés. És én elismertem volna őket, ha a végére a kisfiú nem kezd el klikkelgetni, mert hogy kisfiú nagy valószínűséggel. Szóval, hogyha a kisfiú nem kezd el, meg nem használják az Edgetli bugot, akkor... igen. És még én jó fej voltam. Elmondom, jó van, használták az Edgetli bugot, de mondom, mindegy, bejövök ellenük. Ne, kikapcsol a tévé. Ja, alapvetően, én nem tudom, tehát tényleg nem zavar ez, meg nem... nem fusztrál, hogy most is izé megyünk a Dark One-hoz, hát szarok rá, tehát... Ez csak a kisgyerekeknek a feszítő problémája egyébként, hogy nagy nehezen egy évben egyszer meg tudtak verni, nagy nehezen, és akkor jön és megpróbálja még belém törölni a lábát, de hát nem tudja a kisköcsög, mert egyszerűen ezen én túl felülemelkedek, tehát egyszerűen nem tud a saját maga kis bunkóságával. Már amikor, ezek már Tibi olyan dolgok, amikor már az interneten valakivel vitatkozol, és már nem tudsz mibe belekötni, és már nem tudsz fogást találni rajta, és azt mondod neki, hogy szarul írsz helyesen. Nem jó a helyes írásod. Tehát ez körülbelül az a szint már. Tehát ez a gyerekes ostoba szint. Tehát ez, amikor már semmiben nem tudsz fogódzót találni, és akkor, ja, de nem tudsz helyesen írni. Tehát ez körülbelül ez a szint, hogy kurva jó játszó, állandóan megversz minket, most az egyszer kikaptál, amúgy tök béna vagy. Amúgy tök béna. Igaz, hogy eddig mindig megvertél minket, játszi könnyedséggel, de most tök béna vagy, meg kikaptál egyszer. De ez a szint, ezzel nem lehet mit csinálni. Thank you.
Hello, hidden. Megint megtalált egy köcsök troll egyébként. Ja. Igen, amúgy calm down. Az van. Legendás fegyver, ott is ott van a bogárkánál. Kiűzöm nyesike. Van egy rossz hírem, bogárkák, be fogom ütni a könyvet. Az a kurva szar hírem számotokra. Nem tudtok megverni a puppeteerrel, értsétek meg. GG. Egyébként ilyenkor GG, mert nem volt klik. Furán nem támadtak egy ideje. P5 pap. Fúgec, most keltem. Az ilyen kis pitiáner szarháziak miatt kell egyébként mindig erőltetni, hogy nyerjél, hogy megtanulják azt, hogy az életben nem az van, amit ők gondolnak, meg nem úgy van, ahogy ők gondolják, úgyhogy ezért kell erőltetni. Ja, egyébként igen, igaza volt a bogárkának, piros a fejem, csak az idegességhez annak semmi köze nincsen. Ilyen a fényviszony idebent, sajnos. Ilyen kis stúdiót tudok összehozni. De hát minek is magyarázom ezt. Meg hát a kezdődő alkoholizmus is biztosan kiül az arcomra, úgyhogy... az idült alkoholizmus. Ja.
Na gyertek még egyet akkor, bogárkák. Nem, az a baj, Tibi, az a baj, hogy ha engedek ennek, tehát ezek is, hogyha érzik azt, hogy felül tudnak rajtam kerekedni, ugyanezt fogják csinálni, mint az előzőek. Ebbe biztos legyél. És ezt meg nem fogom megengedni, mert addig kus van, amíg legyőzöm őket, addig csendben kussol mindegyik. Mihelyst felém tudnak kerekedni egy győzelemmel, onnantól kezdve majd megint megy az irkálás, meg a köcsögölés. Nem, nincs rá szükségem, nem. Szépen megcsapkodom őket papetírrel megint, aztán mennek a levesbe. Nem eshetek kisgyerekek áldozatává, testvér, nem lehetek kisgyerekek prédája. Heed my counsel, and we will spill blood until the seas run red once more. A group of the living seek pieces of a map to the lost pages of the Necronomicon and the Kandarian. Azt nem engedhetem meg nekik. The task is simple. Kill these fools. Igen. Azért mondom, hogy egyébként ezek normálisan játszanak, nem volt klikkelés, meg nem volt semmi, de egyébként az előző csapat, a nagy pofájúak, azok szerintem stream snipe-oltak is, biztos vagyok benne, hogy nézték, hogy mit csinálok. Szóval mihelyst sikerül egy nagyobb vadat leteríteni, akkor valahogy kijön belőlük az állat. Én nem tudom, hogy miért. Az nem baj, én klikkeltem a csatornátra. Nem, az nem baj, testvér. Neked mindent szabad. Neked mindent lehet. Ez most komoly. Hé, hova jelöltem? Mondom, miért indulok arra? Igen, nem is néztem. Az komoly. Persze ezt is meg fogom kapni, ezzel tisztában vagyok egyébként, hogy ha jó démon lennék, akkor mással is tudnék nyerni, mert a papetírrel a legkönnyebb nyerni. Ezt is meg fogom kapni majd. Lehet, hogy pont ezektől be fogják írni majd egyértelműen. Egyébként a legközelebb ilyen bogárka bejön, azt fogom csinálni, hogy megmondom, hogy ez magyar stream, és nem értem a nyelvedet, úgyhogy húzzál el innen.
Na hát most ezek hol vannak vajon? Fingom sincs. A kettes a Demon Power-öm. Azt nincsenek sehol. A Mia meg ott, itt félt az előbb. Lehet, hogy elmentek már arra. Your orders were clear. The humans must not obtain a single piece of the map. And now they have. We find this disconcerting. Itt már jártak. Ott van Miácska. Van kiűzöm nyesikéjük is. Menj bele, bogárka, menj bele! Van meg illegó fegyvered, bogárka? Nincsen most. Nem leszel olyan bivaj. Nem volt elég energim. Az jó volt. Don't do it again. Bring in Ruby. Who's first? Bazd meg, össze-vissza üt ez az idióta egyébként.
Rohadt tetűnek kellett még egy kocsi. Bazd meg, pont eldodzsolt be, ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Bazd meg. Animálsz, Kotika! Csak ezt tudod tenni, igaz? Várjász, Kotika, megoldjuk ezt a szaros kocsidat, elviszem innen, jó? Úgy, elviszem a rákba. Ne tudjál kocsi körül szaladgálni, mint egy óvodás. Úgy, rohadt szarodat. Tudsz még dodzsolni, bogárka? Nem nagyon, ugye? Kisasszony, meg se lehet sebezni, kisasszony virágszála. A kisasszony virágszálat alig lehetett sebezni. Docs királyné. Nem tetszik? Mert nem állok vesztésre, mi? Hát jobb is az, ha izgalmas. Hiányzik a support, hát persze. De hát senki nem tartott fegyvert a fejükhöz, hogy nekik így kell bejönni support nélkül. Azt gondolom. Senki nem kényszerítette őket. Hogy support nélkül jöjjenek. Mi van, Skotika? Come on.
Te vagy az okos Kotika, aki majd mindig... Izé... Animation killezik. Te vagy az, igen. They were lost for a reason. Listen to my words. Kill them. Ezt a miát meg kéne szállni, de inkább szétütöm, mert olyan ostoba szegény. Maga a meccs hangot is olyan, ami tetszene. Hát van ez így, tesó. Scotica animation killezik. Izéke Warrior létére menekül, bazd meg. Meg lő. Édes Istenem. Hajt, izéke. Esinyesi, az próbál izé fejbe lövögetni közelről. Több-kevesebb sikerrel. Ebből áll a játékuk köbö. Úgy van, bogárka, fogjon az a kurva sámsz. Figyeld, nyesikét, hogy nyomja a kis kifestett személyvel. Mi van, nyesi? Harmadik bogár. Ő a izé, Dodge királynő. A Dodge királynőt nem lehet elkapni. GG, bro. Na igen, az előbb supporttal tovább húzták amúgy. Sőt, néha azt sem értem, hogyan tudsz ennyit ezzel játszani, nekem az a 2 óra stream is sok volt. Nem tudom, szeretem ezt a játékot. Szeretem ezt a játékot, csak tényleg ezek a toxikus köcsögök megmérgezik teljesen. Tehát, hogy én magamat is utálom ezért, hogy ezt a fajta viselkedést váltják ki belőlem, de ezt ők váltják ki belőlem, ezt a nagy arcú ízét, ezt a kinevetést, meg ezeket. Én nem vagyok ilyen egyébként, én alapvetően nem vagyok ilyen. De kiváltják belőlem, mert bunkó módon játszanak. Tehát idejön, megvernek és beírogat a csetre. Mi az anyjának ír be a csetre? Kikaptam, kész, kalap, kabát, és akkor mi van? Tehát nem elég, hogy klikkel még a meccs vége, az ilyenektől borulok ki teljesen. Amúgy tök jó ez a játék, meg tökre szeretem, és mondom, én nem is akarok így viselkedni, vagy hogy mondjam, tehát hogy én, nekem ez nem a stílusom, baszki, hogy itt izé gúnyolódjak, meg arcoskodjak más emberekkel, de ez az ilyen vadállatok kihozzák belőlem, tehát mondjuk ezt csak velük csinálom nyilván.
normális játékosokkal szemben normális vagyok én is, de... Szóval... Én nagyon szeretek ezzel játszani, csak az ilyen kisgyerekek cseszik fel az ember agyát, meg mérgezik ezt az egész közösséget, meg játékot. Már így korábban a stream elején meséltem erről, hogy a napokban fönn vagyok ilyen külföldi Evil Dead csoportba is, és a Facebookra a bogárka föltöltögeti, hogy izé, hogy muszáj a legrosszabb démonnal játszani. Kell néha, igen. Ez föltöltögeti a bogárka, hogy izé, hogy récskuitolta izé a démon, a Prestige 5-ös démon récskuit, hogy ő még ilyet nem látott meg izé. Én tudok veszteni, Tibi, nekem, én mondom, nekem nincs bajom a vereséggel, semmi bajom a vereséggel, hanem az annak a mienségével. Tehát, hogy bejönnek ezek a bunkó gyerekek, érted? Eleve használják az Ed Gettli féle mindenhol legendás láda legyen bugot, használják, majd ez nem elég, a végén kikapok, és akkor még klikkelget, meg utána bejön a chatre és beírogat, érted? Hát az anyjának írogasson egy gyönyörű levelet, ne nekem. Tehát miért kell ezt? Tehát eleve nem tisztességesen játszanak, majd legyőznek, és utána meg még jön ide arcoskodni a csetre. Hát nekem ne jöjjön ide. Egyébként én kitűnően tudok veszíteni. Nekem semmi bajom azzal, hogy vesztenem kell. Semmi bajom. Meprás. Nincs nekem azzal a problémám, hogy elveszítek egy meccset. Semmi bajom nincs azzal. Csak legyenek tisztességesek, bazd meg, tisztességes eszközökkel, meg tisztességesen, nem kell klikkelgetni, meg nem kell semmit, nem kell beletörölni a lábad a másikba, amikor már az ember ki van véreztetve, fekszik a földön, nem kell még taposni rajta 48-at, érted? Minek? Ostoba kis stílű pitiáner szarházi kisgyerekeknek a stílusa ez. És minden kisgyerektől elnézést kérek, mert vannak nagyon normális kisgyerekek is, egészen biztosan, de itt ebbe a közösségbe, akik ide jönnek, azok nem azok a legtöbbje. Tele frusztrációval, sértettséggel, vagy nem tudom, azért is tényleg miért kell megsértődni, hogy valaki jobban játszik nálad, vagy legyőztek, vagy miért kell... Ott volt az óriási frusztráció a bogárkában. Ugye az előző meccsen kikaptak, ugye a Puppeteer-rel. Most nagy nehezen, kínszenvedésesen összehoztak egy győzelmet, és akkor már mindjárt törli a lábát beléd. Törölje bele az anyukájába. Na most ezek hol vannak vajon, mert melyik pontra menjek, de nyilván az 500 méternél vannak a Vasquez szemeteribe, egészen biztos. Nem, fönn van a toronyba a bogárka. Nem vagyok én magamtól kiájulva, hogy én mekkora jó démon vagyok, Tibi. Én folyamatosan, én azt mondom, hogy én ezt a játékot folyamatosan tanulom. Tehát, hogy én ebben nem vagyok még jó. Én egy tanuló vagyok, aki próbál minél jobb lenni ebbe a játékba, de még nem vagyok benne jó. Szóval én még messze vagyok. Return.
Csezd meg. Csezd meg. Éppen ezért nem fáj, hogyha kikapok, mert tudom azt, hogy én nem vagyok egy fenomén, egy tehetség, akinek kibaszottul fáj, ha egyet is veszít, mert nem vagyok annyira jó. Tehát, hogy engem aztán nem nagyon basz föl a vereség. Csak ne legyen arca a bogárkának. Miután kikaptam. Bazd meg az elitet, meg kellett volna szállnom. Most már. Let's have some fun. Nincsen csapda! Bazeg volt, csak nem láttam, mert nem látszódott. Fenébe! Fúzd le, bogárka! Megküzdünk vele. Mákon volt, hogy én ütöttem rá. Hamarabb. Én nem tudom, ezek hogy játszanak most. Tehát, hogy ez a bogárka az itt van. Itt van lent, nem is megyek oda, mert ő neki ez a célja, hogy ott majd szórakozik velem. Hogy a házba kibeugrá, úgyhogy teljesen felesleges oda mennem. Ja, ez disconnect, jó. Hát akkor szerintem elmegyek az egyik pontra, már szerintem el fogják kezdeni. Nem, ott van hajtalan Feri is. De elfogják csak a tört. Bazd meg a mamát még nem nyitottam ki. Ennyi eszem van tényleg. Feri, te hova futsz, te kislány? Nincsen még izéje. Nézd meg ezt a Henryt, bazd meg. Futkározik, mint egy kis csaj, baszki. Nem áll bele a harcba, hanem fut, mint egy kis csaj.
Na, Feri! Dodzsol, bazd meg! Büdös kutyája az Istennek! Nevetséges az ilyen komolyan. De hogy az nem volt elég energia, értem? Hú, gyerekek, mennyi az idő? Az az utolsó meccsem lesz szerintem. Sajnos. Nagyon ügyes voltál, Bogárka. Kibírtad dodzsolni. Remek. Nagyon nagy voltál. Azért szerettem volna a Huntert megszállni, hogy a kocsit kilőjem, de nem lehetett. Sajnos. Nem lehetett. Hát ha a játék nem akarja, akkor nem akarja. Hát ez véletlen volt, de jól alakult végül is így. Belekapott a szemedbe a fa. Beírja a hülye gyerek a chatre, bazzeg, ezen még mindig nem térek napirendre. Beírja a chatbe, hogy vörös volt a fejed, bazd meg. És akkor mi van? Ja, netántán, ja, az azt jelenti, hogy ideges voltam. És akkor mi van? Tehát leszakadt az ég, vagy egy streamernek nem szabad idegesnek lennie? Azt hiszem, hogy még mindig... Mi is emberből vagyunk, tehát bírom ezeket a izéket. Vörös volt a fejed. És? Igen, és? Az volt, és? Oj, Istenem, tényleg ez az ostoba gyerekesség, bazd meg. Képzeld el, hogy nem csak vörös volt a fejed, hanem tokád van. Igen. És? Dagat vagyok. Igen, és? De nem is értem, bazzeg. Mondjál már valami újat, kérlek, vagy... Bazzeg, gyakorlatilag 20-as szinten vagyok, és most veszem észre, hogy a mamát még nem nyitottam ki, de szerintem azért, mert bennem volt az, hogy ilyen Plaguebringerrel, vagy nem tudom mit képzeltem, hogy mivel vagyok, és ott nem szoktam kinyitni. Sőt,
A izénél se szoktam kinyitni a... A boss-t a bálnál, mert felesleges. Hajtalan Ferivel úgy kell bánni, mint egy izével, egy Hunterrel, mert annyit dodge-ol, bazd meg gyakorlatilag. Pont kikerült ez a görény. És ellök. Hogy mi lökött el, azt nem tudom, de ellökött. Hát, bazd meg. Hogy tetszett az új Evil Dead film? Sehogy. Nem tetszett egyébként. Nem tetszett. Nem tudom, az a nő az így. Meg lehet az van bennem egyébként egy kicsit, hogy happy endet várok a végére, hogy a csaj nem alakul át így, meg nem izé lesz ilyen izé, hanem meg lehet menteni valahogy. Lehet, hogy ezt vártam amúgy. Nem ott vagyok, bogárka. Szóval lehet, hogy azért sem tetszett így ebbe, még így nem gondoltam bele, de igen, hogy nem volt happy end. Így van, az első három az mindent visz. Bár az akkori technológia az elég izét ré volt, de amivel csinálták. Hát te nagyon ügyes vagy, Feri. Te vagy a legügyesebb. Feri, a Warrior az alkalmatlan ám a menekülésre, nem tudtad eddig? A Warrior az alkalmatlan arra. Azzal harcolni szokás, Feri. Tokió bogárka. Go.
Feri! Feri nem érti, nem érti a warriorok lényegét továbbra se, úgy látom. Neked meg ez a szaros két lövetűd van, bazd meg. Mit járkálsz? Tévutakon, bogárka. Gyere csak ide, Feri. Úgyis szeretsz futni meg dodzsolni. Gyere, fussunk együtt. Ú, de király, kis futógép vagy te. Gyere, Feri. Imádott te ezt. Ugye, hogy szeretsz te futkározni, Feri? Ó, ne, ez a kocsi lehet, nem kellett volna neked. De szerintem meghalsz itt, nem? Nem még. Igen, ezzel ötletet adtam, ezt mindjárt gondoltam, hogy ő most kocsiba fog ülni egyébként. Ez egyértelmű volt. És akkor most így büntet, hogy ő ott eltűnik, meg még felszed egy-két csempszet. Igen. Mit írtál, hogy... Basszad... Jaj, elnézést. Testvér, látom, szenvedéllyel élted át a meccset. Ez az, bogárka, indítsd el a pontot újra. Menekülj, Feri! Menekülj! De ilyenkor tudnál éleszteni, Feri! Na, ezzel a gyönyörű fenékkel ér véget a mai stream. Jól van. Jól van, emberek. Ennyi lesz mára, azt hiszem, mert haladnom kell. Hát, hogyha leszel este, akkor majd rád pillantok, tesó. Én köszi, hogy itt voltatok. Elregélem angolul, és nem tudtam sose megtanulni már így, izé. Thank you for watching, and if you liked the stream, please follow me. Thank you very much. Magyarul is elmondom, aki
esetleg nézett, és új volt a csatin, és tetszett a stream valamilyen szinten is, akár csak egy picik, iciri-picirit is, az bátran kövessen be, mert neked, ahogy szoktam mondani, semmibe sem kerül, nekem viszont tök jó, ha bővül a csatorna, a taglétszám, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte, ha ezt megteszed. Köszönöm szépen a mai figyelmet, sziasztok, jók legyetek!